Főtisztelendő püspökatya, tanáratyák, paptestvérek, tanárnők, tanárurak, kedves diákok! Paradox ez az iskola. Látszólagos önellentmondása van, mert nagyon új, és ugyanakkor nagyon régi. Hiszen az épület építésére az idősebb diákok még emlékeznek, és magára a templomra is. Ugyanakkor ennek az iskolának most a 250. tanévét kezdtük meg, de ha kihagyjuk, vagy kivesszük a kommunizmus évtizedeit, akkor már sokkal több, hiszen 1712 óta itt vannak a piarista atyák Szegeden, és nincs is talán olyan intézmény ebben a városban, amelyik ekkora múlttal dicsekedhetne. És nem is akárkikkel, hiszen maga a névadója ennek az iskolának, hát először ugye Kalazanci Szent József, mert a piarista iskolába jártok, és ő az összes katolikus iskolának a fő védőszentje, szerte az egész világon, de ugyanakkor itt helyben Dugonics András, aki összegyűjtötte saját korának a szólásmondásait a 18.-19. század magyarságáról sokkal kevesebbet tudnánk, hogyha ő nem tanított volna itt, és nagy szorgalmatossággal össze nem gyűjtötte volna az akkori embereknek bölcs szavajárását, nem írta volna meg az Etelkát és sok más irodalmi művet, és nem talált volna ki olyan szavakat, amit még a fizikában, matematikában is használunk, hogy általa a magyar nyelv szebbé és érthetőbbé legyen. Pedig ő őseiben nem is volt magyar, hanem dalmát volt. De itt lehet látni azt, hogy magyar az, aki vállalja a magyarságot, és a magyar kultúráért tesz valamit. És hát ennek az iskolának sok-sok nagy egyénisége volt. Ebbe tanult annak idején Bálint Sándor, a legszögedibb szögedi, és volt egy olyan tanára, aki író nemzedékeket nevelt föl, egyszerre a piarista gimnáziumnak, és az egyetemnek is tanára, professzora volt Sík Sándor, a későbbi rendfőnök. Úgy zárójelben jegyzem meg, hogy még gyerekkoromban találkoztam vele. Ő volt az, aki nagyon nagy hírnevet adott annak az iskolának, amelyből kikerültek nemzetünknek, egyházunknak a nagyjai. Kalazanci Szent József minden katolikus iskolának a fővédőszentje, és természetesen a piarista rendnek az alapítója, az igen hosszú matuzsálemi kort megélt szent, 1556-57-ben született, akkoriban még nem jegyezték föl pontosan a születési dátumokat, viszont azt tudjuk, hogy 1648-ban halt meg. És minden bizonnyal nagyon sokat hallottatok Kalazanci Szent Józsefről, mert illő elolvasni piarista diák korotokba legalább egy életrajzot a rendalapítóról, hiszen megismeritek az ő életét és azt, hogy mit is tett abban a korban, aminek még ma is érezzük az üdvös hatását. A rendi konstitúcióban, az alkotmányban így jellemzik Kalazancius atyánkat: Signorum sui temporis felix inter pres. Saját korának az idők jeleiben az idők jeleit szerencsésen fölismerte. Ugyanis az Úr Jézus azt mondja, hogy vizsgáljátok az idők jeleit, és nem csak arra gondolt, hogy afféle meteorológusként, tehát figyeljük, hogy lesz-e szél vagy eső,
hanem abban a korban, amiben mi élünk, mit kell tennünk, hogy jó Krisztus követők legyünk. Mert a kereszténység egyszerre örök, és egyszerre időhöz kötött. És ilyen volt Kalazanci Szent József is, aki elsőként fölállította azt a népiskolát, ahova a szegény gyerekek mehettek, ingyenesen tanulhattak, és nagyon magas műveltséget adott akkori korban számukra, hogy azzal boldoguljanak. Azt kell mondanunk, hogy a mai időben is örök példát állított ezzel Kalazanci Szent József, amiből sokat lehet tanulni. Hát legalább ilyenkor, a rendalapító ünnepén, Patrocínium napján gondolkodjunk erről, hogy vajon mit mondhat nekünk ő, a régen élt szent. Hát arra tanít először bennünket, hogy hitünkben mélyüljünk el. Különösen a hit éve alkalmas erre. Abban a korban is voltak válságok, az egyháznak is megvoltak a maga gondjai és bajai, és ő korábban, mint ilyen spanyol vizitátor, esperes, járta a plébániákat, és följegyezték az életrajzából, hogy hát volt olyan pap, hogy alig tudta az alapvető imádságokat. Hát ha a papok nem tudják az alapvető imádságokat, akkor mit képzeljünk a népről? De annál inkább, mikor Rómába került, akkor látta, hogy ott vannak azok a tudatlan gyerekek, akik nem csak, hogy nem tudnak számolni, írni, meg olvasni. Ott élnek Rómában, a kereszténység középpontjában, és semmit sem tudnak Jézus Krisztusról. És ő elhatározta, hogy a kettőt összeköti. A keresztény hitben mélyíti őket, és komoly tudást és műveltséget fog adni nekik. Ez egy olyan örök érték, amit a mai időkben is példaként kell magunk elé állítani. És nagyon egyszerű eszközöket használt föl. Először is belevitte a rendet a tanulásba. Egyébként is minden szerzetes rend magában hordja azt a gondolatot, hogy nem lehet össze-vissza élni, hanem meghatározott rend szerint. De ő belevitte a tanulásba is. És ezt továbbadták nekem a piarista atyák, és a mai napig nem felejtettem el, azt mondta, miután az időt a legértékesebbnek tartotta, nihil est tempore preciosius, nincs értékesebb az időné. Hát persze fiatal korban valaki azt hiszi, hogy annyi időm van még. Aztán múlik az idő, és rájön, hogy egyre kevesebb az időnk. Ha pedig az idő kevés, akkor azt jól kell beosztani. Hogy osszuk be? Osszuk be úgy, hogy először a szükséges dolgokat tegyük, utána a hasznosat, és utána a kellemeset. Hogyha valaki ezt megtanulja, akkor rend lesz a tanulásban, a munkában, az életében. Általában a diákok a fordítottját szeretik. Hogy először a kellemes dolgokkal foglalkoznak mondjuk egy hétvégén, aztán utána ugye a hasznosabb, hogy hát még valamit kellene esetleg a kötelező olvasmányokból is elolvasni, és aztán úgy vasárnap este eszi be, hogy hú, még nem készítettem el a házi feladatot. A mobilon fölhívja a társát, hogy hogy is kell ezt megcsinálni. Fordítottan kell. Először kell a szükséges, utána hasznos, majd pedig a kellemes dolgokat. És ha megtanította a munkás életre a diákokat, na azt mondta, hogy a tanulás is munka. A diáknak az a munkája, hogy tanuljon, és elvárta becsületességet a tanároktól, és elvárta a diákoktól. Bibó István református volt. Nagy ilyen politikus gondolkodó lett belőle, talán a nevét ismeritek. Szintén piarista iskolába járt még hozzá Szegeden. És elmondta azt,
hogy a piarista atyáktól rendkívül nagy fegyelmet és munkaszeretetet tanult, mert látta példájukon azt, hogy becsületesen készülnek az órára, és a talentumokat kamatoztatni akarják a diákokban is. Hát a tanulás az a ti munkátok és kötelességetek. Mai időkben nagyon sok munkanélküli ember van. Meggyőződésem, hogy nem csak azért, mert nem talál munkát, hanem nem is akar dolgozni. S valóban egészen messzire nyúlnak vissza a szálak, hogy tanulni se akart annak idején. Márpedig ki kell használni ezt az időt a tanulásban, hiszen az a ti olyan kötelességetek, amivel éppen a keresztény életformának tesztek eleget. Aztán megtanította Kalazancius Szent József a szegénységnek a szeretetét. Na hát, ha valakinek ezt mondják a mai időkben, akkor azt mondja, hogy ő ebből nem kér, mert ő én mindig gazdagabb szeretne lenni. Csak hogy már rájöttek arra, még a tudósok is, hogy ez nem mehet így tovább. Nem lehet annyit pazarolni, amit eddig pazaroltunk. Az ökológiai lábnyom, ami annyit jelent, hogy sokkal többet fölélünk ebből a világból, mint amit megtehetnénk, az éppen abból adódik, hogy az emberiségnek egy része nagyon pazarló életet él, és nincs gondja a szegény emberre. Kalazancius Szent József úgy gondolkodott és gondoskodott a szegényekről, hogy maga is nagyon egyszerű életvitelű volt. Én Rómában jártam a szobájában, láttam az akkori eszközöket, amivel ő dolgozott, és azt kell mondanunk, hogy ma is példamutató, hogy szerénynek kell lenni ebben a világban. Törekedni kell arra, hogy takarékosak legyünk mindabban, ami az életvitelünknek, hogy így mondjam, a komfortosságát jelenteni. Nem kell pazarolnunk. Pazarolni kell a nagy dolgokra, és ő abban sose volt fukar. A szerénységre, a szerény életvitelre, hogy így jobb, erre is megtanít bennünket. Aztán, hogy hallottuk az igazgató úrtól, hogy ez nem is annyira iskola, mint egy közösség akar lenni a piarista rend és annak tagjai. Nagyon nagy híja van ma a közösségeknek. És hát az iskolákban is sokszor az a fő szempont, hogy piacképes legyen, talán ismeritek ezt a kifejezést, hogy aféle versenyistálóként legyenek benne a diákok, és nagyon sok versenyt nyerjenek meg. Ez még helyén való volna, de ez nem minden. A közösségteremtés, ahol az emberi értékek kibontakozhatnak, a másikat elfogadjuk, a másik iránt jó indulattal viseltetünk. Ez nagyon fontos, hiszen a közösség alapja az emberi együttélésnek. Azért bomlanak fel a családok, azért van annyi sok veszekedés, még széthúzás a világba, mert az emberek nem keresik a közösséget. Önmaguk akarnak érvényesülni, így mondják ilyen, nagyon önző, individualista módon. És a piarista gimnázium az pedig arra tanít bennünket, hogy keressük a közösséget. Azok, akik visszajárnak, én hónap megyek a piarista öreg diákoknak a találkozójára Kecskemétre, örülünk, hogy ott együtt vagyunk és egymásra találunk, és őszintén érdeklődünk a másik felől, hogy mi történt vele és mit csinál. A közösség az Isten szándéka, hiszen Isten is közösségben, szent háromságos közösségben él. És aztán jó példát adott Kalazancius Szent József. A nevelésnek
legalább annyira hatékony módja, mint a kifejezett oktatás. A szavak elszállnak, a példák vonzanak. A piarista tanárok közül sokakra visz, mindre visszaemlékszem, de hogy mit tanítottak az órán, hát egy-egy mondat jut még olykor eszembe, hogy a matematika tanár úr ezt mondta, vagy ezt mondta a biológiai tanár, de a példájukat föl tudjuk idézni. Hogy milyenek voltak. Szavaikat elfelejtettük, de a tetteik úgy előttünk állnak, amikor összejövünk, akkor egy-egy szóból is tudjuk, amikor valamelyiket jellemezzük, hogy kiről is van szó. Mert a példák megmaradnak, és ő jó példát adott nekünk. Kalazanci Szent József egész hosszú életével, azért olvassuk fel ilyenkor, a Jób könyvéből való részletet a Szentírásból, nagyon sokat szenvedett. Nem csak testi bajai voltak, hanem sok meg nem értés vette körül, mi több még a rendjéből is ki akarták tenni, meg ki is tették egy időre, de aztán győzedelmeskedett az igazság, és utána nagy elismerésben részesült, de olyan lélekkel viselte, mint az ószövetségi Jób béketűrően. Erre is megtanít bennünket Karazanci Szent József, hogy a nehézségeket, a megpróbáltatásokat próbáljuk meg jó lélekkel elviselni, mert előbb-utóbb annak a gyümölcse be fog érni. Az Isten minden olyan cselekedetünket, amit szeretetből és jó lélekkel teszünk, számon tartja, és végül is megjutalmazza. És a tanárok elé örök szép példát ad. Ma, amikor az oktatásnak, a nevelésnek nagy válsága van, vagy forrásban van, sokszor politikai pártoknak a martalékává válik az oktatás, és hallunk ilyeneket, hogy majd sztrájkolni fognak. Hát ha valaki Kalazanci Szent Józsefnek mondta volna a tanártársai közül, hogy jövő héten sztrájkolunk, akkor biztos azt mondta volna, akkor már nem is vagytok rendtagok. Mert ha egyszer azt mondjuk, hogy hivatás a tanítás, abban nincs sztrájk. A szülői hivatás is megkívánja, hogy örökké tegyük. A papi hivatás csak. Nekem azt mondanák a papok, hogy vasárnap nem misézünk ezért, meg azért, felfüggeszteném őket. A hivatásban nincsen sztrájk. A tanításban sincs sztrájk. De a tanulásban sincs sztrájk. Mert nekünk meg kell mindent tenni, hiszen nem külső erőkre kell várni Isten kegyelmére, és utána a magunk szorgalmára és munkálkodására. Kalazanci Szent József tanít bennünket. Sík Sándor oly szépen összefoglalta a himnuszban, amitől ma se tudunk különbeket mondani, és amit megköszönünk rendalapítónknak. Hitre, tudásra, szép életre, jóra, példaadója. Példát adott azért, hogy abból tanulva mi is később példaadók legyünk. Amen. Hiszek az egy Istenben.